Üdvözlöm! Ön a Sziaszta legújabb adását látja. Az ősszel kapcsolatban mindenkinek a borongóság, a melankólia jut eszébe. Ennek ellenére azért igyekeztünk mai műsorunkban felfedezni a szépségeit az ősznek, legalábbis a gasztronómiai téren mindenképpen. Hogy mi az, amit ilyenkor érdemes elkészíteni, milyen alapanyagokból érdemes építkezni, erre kerestük a választ, méghozzá nem is akárkivel, Garaci János Venezdíjas mesterszakáccsal. Hogy milyen tippeket adott, ezúttal ezt láthatja most. Ha arról beszélünk, hogy tél vagy ősz, ugye a kettő talán egy kicsit nehezen elválasztható egymástól, mostanában pláne, akkor mik azok az étkek, amik jellegzetesen és a házi konyhára gondolva egyből eszedbe jutnak, amiket ilyenkor az emberek szívesebben fogyasztanak? Hát én úgy érzem, hogy ha visszagondolok a gyermekkoromra és a régi időkre, ugye a négy évszaknak mindig megvoltak azok a megfelelő szezonális alapanyagai, nyersanyagai, és hát azokból mindig tudtunk meríteni, mindig tudtunk azt hiszem olyan ételeket a vendégek elé tenni, ami hát újszerű volt, vagy nekik mindig aktuális volt. Ma már egy picikét túlhaladtunk ezen, hisz vannak olyan alapanyagok, amit egész évben kaphatunk, egész évben hozzájutunk, de azért mégis elmondhatom, hogy azért az ősznek például egy birsalma, az kimagaslóan. De vannak körtefélék, amik szintén arra is mondhatom. Aztán itt most gyümölcsökről beszéltem, mert hát még a szöllőt is majdnem azt mondhatom, hogy ide sorolhatnánk, de azért szöllőből egész évben már hozzá tudunk jutni. De maradjunk a hazai termékeknél is, és én úgy érzem, hogy ezek, hát a zöldségek világában én úgy érzem a ilyenkor a friss savanyú káposzta például, mert egész évben lehet savanyú káposztát, de amikor már egy őszi savanyú káposztát következő év nyaráig tartunk, azért ott már egy picike kis ízeltolódásokat észlelünk, most ilyenkor pedig a legfrissebből elkészítettek a legcsodálatosabbak. De hát jönnek az őszi időszakokban például a vadászati lehetőségek, a vadhúsoknak a fogyasztását mindig kevésnek találom, és én szeretném, igaz, hogy az árakban nehézebben találni olyat, ami mindenkinek megfelelő, de mégis azt mondom, hogy lehetőségünk van, és a lehetőségekhez szerint használjuk ki ezt az alkalmat. Itt vannak a halak esetében például. Az őszi halaknál a finomabb ilyenkor az egyik, például a pontyokban is, a legfinomabb időszakban vannak a pontyok, amikor ősszel vagyunk. Házi állatok közül. Ugye most már napjainkban a Mártonnap környékén a liba ételek, a libákból készült ételek, hát olyan csodájára járnak a vendégek, vagy legalábbis egy ilyen státuszszimbólum, nem is tudom, hogy minek lehet mondani, de mindig, amikor elmondják azt, hogy aki Márton napján libát nem eszik, az egész évben éhezik, az emberek ezt megszívlelték, és hát igyekeznek mindenki betartani, és eljönnek. De hát sorolhatnám még így az őszi időszakban, amikor eljönnek azért a disznóvágási időszak. Ezt azért említettem a gyermekkoromat, mert hát arra tettem vissza, amikor a szép emlékeim itt megmaradtak, és egy disznóvágási napon a disznótoros ételek az egyik, azt hiszem a számunkra, mint magyar embereknek, magyar konyhának a legcsodálatosabb ízvilág jut eszébe, amikor abból a frissen levágott és még nem hűtőbe tett húsból készítünk friss pecsenyét, abból főzünk orjalevest, vagy a kolbásznak elkészített húsból kilopnak a házi asszonyok, kivesznek, az az első nekik, hogy jönnek érte, hogy a töltött káposztát be tudják csavarni, el tudják készíteni, és az esti vacsorához meglegyen a töltött káposzta. És hát itt még nem is akartam tovább sorolni a hurkaféléket, a májpörköltet, és egyebeket, ezek mind-mind olyan ételek, amik az őszhöz, a télhez kapcsolódóan
elmondhatunk. Hát itt említetted a töltött káposztát, és említettél jó néhány olyan ételt, ami azért hát nem kifejezetten a könnyed ételek kategóriájába tartozik, legalábbis a gyomor szempontjából. De vannak-e praktikák, amikkel mondjuk azért egy töltött káposzta is kicsit könnyedebb tud lenni? Mondjuk azok számára tippet adva, akik már nem bírják annyira könnyen a nehéz étkeket? Én természetesen egyből az erdélyi konyhát veszem a szem előtt, hisz a magyar konyhának egy fejlődési folyamata Erdélyből. Igazán mondhatom, hogy az erdélyi konyhának a jellegzetes ételeiből alakultak ki, és nagyon híres szakemberek, Kövi Pali bácsi, meg még lehetne sorolni nagyon sokat, szakíró is volt, és nagyon nagy szakember is volt. Hát csodálatos ételeket, és a töltött káposzta esetében is a savanyú káposztájuk olyan az erdélyieknek, hogy annak csodájára lehet járni. Ők nem paprikázzák be, nem sűrítik rántással, tejterméket használnak inkább, és egy kis paradicsomot használnak, viszont a fűszerezettsége, akár a csombort, ha említem, ezek annyira könnyítté és élvezhetővé teszik, hogy nem biztos, hogy nekünk csak a zsírba úszott töltött káposztára kell gondolni, hanem valami ilyen hasonlóra. De ugyanezt elmondhatom a káposztafélék esetében, ugye nagyon sokszor készítettem én jó magam is, de talán édesanyám konyháján láttam, amikor a birkahússal, ilyenkor ősszel paradicsomos káposztát készített. Káposztát, egy kevés paradicsomot, és hát a hús abba főtt meg. Egy csodálatos ízvilágú étel volt, nem volt zsíros, nem volt neki olyan nehéz értéke. Talán a káposztának arra kell vigyázni, aki esetleg hajlamosabb rá, ugye a káposzták, ezek fölfújják az embert, ezekből esetleg kevesebbet. De az ételek esetében én általában azt szoktam, és ha a nehezekről is beszélünk, hogy azért van tél, azért van egy évben egyszer-kétszer vágunk disznót, nem minden nap kell megenni, egy alkalommal lehet. Természetesen, hogy aki rögtön észreveszi ezt az étkezést a gyomrán vagy egyéb, akkor ott óvatosabban kell abból étkeznie neki. Valahogy úgy kell összeválogatni, de én úgy érzem, hogy egy jó orjalevest, ha valaki megeszik, és ehhez egy friss pecsenyét még egy kis kompóttal, vagy egyszerűbb körettel megeszik, mert általában a disznóvágásos étkezéseknél, a vacsoráknál már tömény köreteket kevésbé adunk. Ugye, ha töltött káposztát kóstolnak a vendégek, akkor úgy egy disznótoros köretbe általában a hurka kolbász mellett, pecsenye mellett a párolt káposzta megjelenik, de akkor már nem adunk káposztát, akkor már csak magát a sültet adjuk, és nagyon finom házi befőtteket, amiket ilyenkor már elő tudunk venni, de ugyanúgy a házi savanyúságjaink is megjelenhetnek, és ezekkel azért egy kicsit könnyebbé tudjuk tenni. Azért abból, amit elmesélsz, nekem az világlik ki, hogy egyetlen egy alapszabály van a birsalmától a töltött káposztán keresztül a vadhúsokig, hogy ne féljünk az ízektől, ne féljünk a fűszerektől, jól mondom? Igen, nagyon jó, és hála Istennek, én úgy érzem, hogy az utóbbi időben a háziasszonyok is nyugodtan mondhatom, hogy egyre többen, hisz ha részt veszek egy főzőversenyen, egyre, ugye manapság, ha valahol ünnepség van egy városban, egy településen, egy faluba, ott mindig megjelennek a bográcsok, mindig megjelennek ma már a grillezett étel, vagy a grillen tárcsán süthető ételek, és hát az emberek itt bemutatják azokat a régi hagyományápoló ételeket, amik hát én azt hiszem, hogy nem szabadna elfelejtenünk, és ezt tovább is kell adnunk, meg kell őriznünk, és emellé, ahogy említettük a birsalmát, ugye napjainkban a liba ételek mellett most nagyon sok birsalmát el tudtunk adni. Én úgy érzem, hogy egy jó mézes, egy elő, akárha kompótot készítünk belőle, akárha egy picit elősütjük, vagy megpároljuk egy kis vajba, egy kis borba, egy kis tokai borba, egy kis mézet csurgatunk rá. Ezek mind-mind olyan ételek könnyebbé teszik, és hát a gyümölcsköreteknél nagyon-nagyon nem tudok elképzelni jobbakat, mint az. Persze, hogy akinek a
cukorháztartása magasabb, ott óvatosabban kell ezekre vigyázni. De mindenféleképpen én javaslom, hogy ezektől ne féljünk. És hát ha vadakra visszatérve, a vadakból is olyan ízvilágot tudunk, olyan zöld fűszernövényeket, a kakukkfűtől, ahogy említettem az előbb a káposztánál a csombort, itt a kakukkfűnek a használata, a pácolási eljárások, a pácleveknek az elkészítése, ebbe természetesen, hogy több hagymaféle benne van, lefőzzük ezek, zöldségfélék benne vannak, a borókabogyótól, a babéllevéltől, és mondtam az előbb a kakukkfűvet említettem, ezek mind-mind benne vannak, ahogy egy kicsikét ezt felforraljuk, kihűtjük, és ebbe érreljük a húsokat, benne hagyjuk egy éjszakát, kettőt, nagyon csodálatosan átveszik ezt az ízt, és hát kimondott jó ételeket tudunk készíteni. Végezetül már csak egyetlen egy kérdés, ami viszont az otthon sütőfűző még nem teljesen profi szakácsoknak szól. Inkább a receptet kövessük, vagy merjünk kísérletezni? Mit ajánl a mesterszakács? Hát nehéz nekem most hirtelen ajánlani. Én természetesen, hogy azt ajánlom, hogy merjenek kísérletezni. Ugye napjainkban nagyon sokat látunk főző műsorokat. Igazából nem is tudom, nem is akarom talán minősíteni néha azt a hangnemet, meg egyebet, amit úgy a főző műsorban látok. Ők ezt ne, otthon ne képzeljék, otthon úgy képzeljék el, hogy előveszik, és nagyon szép dolgokat tudnak készíteni, sütni, főzni a háziasszonyok, és ezeket a szakirodalmakat, amiket hát egyre több megjelenik, ezek legyenek alapok. Ez egy olyan támpont, hogy belenézek, körülbelül ennyi kell bele, és akkor azt óvatosan, folyamatosan teszem hozzá, hogy az ízvilágot kialakítom, nagyon sokat kóstolom, és a legvégén, amikor egy sikeres étellel találkozok, az maradjon meg a kompjúterba. Ezek a klasszikus ételeink, amikről itt beszéltem a téli időszakról, ez megvan a nyárra is, megvan a tavaszra is, a húsvét környékére, a karácsonyra, egyébre. Ezeket az ételeket azért hagyjuk meg az utókornak is, adjuk át, mert ez ami... Azt hiszem a jövőnk is, hogyha a múltunkat tiszteljük. Ha véletlenül önnek is megjött az étvágya, nem csodálkozom. Receptekkel és főzési tippekkel is fogunk foglalkozni a Siestába, mint hogy egyéb jó tippeket is tudunk adni, például arra, hogy hogyan mozduljunk ki, hogyan legyünk egy kicsit aktívak. A következő műsorunkban erre próbálunk majd fókuszálni, meg az ünnepekre, hiszen télapó is érkezik nem sokára, és a karácsony, ami azért nagyon sok ház körüli teendővel jár. Hogy hogyan tudunk ezen segíteni, ezt megmutatjuk a következő adásunkban.